Őrült buli a szegedi ifjúsági napokon, több százan a Paddy and the Rats koncertjén. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát Szeged, a napfény városa. Ősszel, tavasszal és télen egyetemistáktól nyüzsög Csongrád megye székhelye, nyáron pedig a szegedi ifjúsági napokra érkeznek több ezren. Bent vagyunk! A szín helyszíne az újszegedi partfürdő, az igazi fesztiválozók pedig a rendezvény területén ütik fel sátraikat, valaki segítséggel, valaki segítség nélkül. Hát megérkeztünk. Többiek elmentek forgatni, itt hagytak egyedül egy sátorra, amihez kettő ember költ, de megcsináltam. A délutáni órákban lehet strandolni, lazulni, de extrém sportolókkal is találkoztunk napközben. A népzene kedvelői pedig az összművészeti téren szórakozhattak, ott ugyanis egész nap szólt a muzsika. Még vajdasági táncosok is felléptek. Míg a sátorban muradtak, a civil faluban különböző foglalkozások várták az érdeklődőket. Egy jurtát is felállítottak. Igazából azért jöttünk egy jurtával, hiszen ugye az emlékpark elsősorban a fesztikörképről híres, de ugye nem csak erről szól, ennél sokkal tágabb 5 alapegysége van, kiállítások, illetve élő skanzenek több koron átívelően. Elsősorban a skanzen az a 19. századot mutatja be, illetve van egy nomád park, amely a 7.-10. századot. Én elsősorban a nomád parkot képviselem, én hagyományőrzőként dolgozom a nomád parkban, és egy kicsit szerettük volna, hogyha az itteniek is belecsöppentek volna ebbe a világba. A sokféle kikapcsolódási és lazulási mód mellett azonban már kora délután elkezdődtek a koncertek is. Fesztiválapot! Mindenki menjen Belgára! A Belgára! A pénztáraknál minden nap kígyózó sorok álltak, hogy időben bejussanak a kora délutántól kezdődő koncertekre. Bánatos balodáktól tartészik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhét csukódik, kopilla tár, fel a fejem Magyarország. Élvezd, amit van, mint ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosó. Palota vagy piszkosó, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztosú, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparázz. Nyárod, télen a népem, szolgálom és védem. Neked én vagyok, nekem te vagy a testvérem. Élvezd, hogyha fáj is, minden egyes frázis. És a külvilág csak színfalak, szívedben a bázis. Ha nekem jó, jó nekem.
süti szemedet, mindegy a szerepet, a lényeg a szeretet. A szegedi ifjúsági napokra sokan évről évre visszatérnek. 5 éve nem voltam, de most újra sikerült, úgyhogy most jó. Voltam eddig az elmúlt 4 évből 3-szor. És miért jössz vissza újra és újra? Hát fantasztikusan jó azért. A fesztivál alatt azonban valakinek ki is kell szolgálni a szomjazó, bulizó fiatalokat, de egy ilyen rendezvényen a munka sem olyan nehéz. Közben részt vettek egy fesztiválon, és szabadidőmben pedig járkálhatok, szórakozhatok, találkoztak ismerősökkel, és egyébként egész pörgős. Nagyon jó, sok ember van itt, jó hangulat, jót lehet szórakozni. Az igazi buli azonban természetesen mégis este kezdődik. 5 nap alatt, 5 színpadon több mint 100 fellépő biztosította a jó hangulatot. A fesztiválon színpadra lépett a csaknem negyed évszázados múltra visszatekintő 3-tagú, de annál zúzósabb tankcsapda is. A koncert előtt elmondták, rajongótáboruk az évek alatt megmaradt, és továbbra is nő. Az igazság az, hogy a tankcsapda megalakulása óta 24 év telt el, 24. évben járunk most per pillanat. Nyilván rengeteg olyan ember van, aki akkor mondjuk 20-as éve elején járó fiatal srác volt, vagy csaj, pogózott minden, azóta már, mit tudom én, egyetemi tanár, 3 gyermek édesapja vagy édesanyja. Nyilvánvalóan a korabeli rajongók jó része ma már nem feltétlenül olyan aktív, vagy nem feltétlenül járó koncertre, mint annak idején. Ez az életkori sajátosság, ez normális. Ahogy az is normális, pontosan emiatt, hogy a mai tankcsapda rajongók jó része, mondom, életkori sajátosság ez, egy csomó fiatal srácból meg lányból áll, ez tök jó, hogy így van. De a legjobb az egészben, hogy ezek az emberek, az idősebbek, a kevésbé idősek, a fiatalabbak, és ezek egy jó, stabil, és hála Istennek egyre növekvő tömeget jelentenek. Ez jelenti a tankcsapda erejét is egyben, hogy nem csak azok az emberek tudnak velünk azonosulni, vagy tetszik nekik, amit csinálunk, akik annak idején is szerették, hanem egy csomó olyan ember is. Egészen biztos vagyok benne, hogy ma este is lesz jó néhány olyan ember, aki ma látja a zenekart életében először. Ezt abból gondolom, hogy az utóbbi, nem tudom, hetekben, hónapokban elég vagyunk ezen a mostani turnén, gyakorlatilag minden koncert után kapunk olyan visszajelzést jellemzően interneten, aki azt írja, vagy akik azt írják, hogy ez volt a tegnapi volt életem első tankcsapda koncertje, és mennyire jó volt, és jövök legközelebb is. És ezt mondom, ez minden egyes koncerten jellemző, ma is így lesz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Igazság szerint rengeteg erőt, meg hitet, meg lendületet kapunk azáltal, hogy egy csomó olyan ember is csatlakozik a zenekar rajongótáborához, aki mondjuk ma látja először a zenekart. Ez a zenekar, ez igazából gyermeki rajongással szeret zenélni, még hát most ilyen tényleg ilyen nagyon ilyen, ez ilyen nagyon rózsaszín dumának tűnik. Gyermeki rajongással szeret zenélni, turnézni, próbálni. Gyermei, mint a tészta. És igazából, amíg ez megvan, sőt, néha úgy érzem, mintha egyre erősödne ez a dolog, akkor... Szigyák szenilitásnak. Jó, hát nedves időben kicsit a forgom már fáj, de ettől függetlenül ez egyre erősödik. És a nemes egyszerűséggel szerintem, ha ilyen millióbe születnek dalok és történnek koncertek, akkor a közönség igazából, a közönséget nem lehet átverni, maximum nagyon rövid ideig.
És ez egyszerűen belélegzi a közönség, és szeret a részese lenni. Szerintem ezért tud ez a dolog így működni. Igazság szerint abban a szerencsés helyzetben vagyunk mind a hárman, hogy a hobbinkból élünk, illetve azt csináljuk, amit a világon a legjobban szerettünk, és hogyha valaki ebből él, akkor, ahogy Csidi is mondta, ez egy ilyen kellőképpen kegyes fáradtság, vagy egy olyan dolog, ami egy jól eső fáradtság. Pláne, hogyha buli után jól sikerül, sokan vannak, megiszunk egy sört, és hátra tudunk dőlni, akkor az a legjobb érzés a világon. Míg a nagy színpadon a tankcsapda, addig a Tisza színpadon az Earpunk együttes, a Paddy and the Rats csapott fergeteges bulit. Pediékkel a koncert után beszélgettünk. Természetesen felmerült az is, hogy már Vajdaságban is többször jártak. Voltunk egy párszor, úgyhogy legutóbb, tehát tavaly nyáron, ugye a fesztiválon, igen. A ifjúsági napok, ifjúsági fesztivál, igen, azon. Igen, a játékok, igen, azon voltunk tavaly, előtte pedig ilyen kluboztunk is, de hát nem csak ez van, tehát nem csak a magyar nyelvű területekre járunk, hanem egészen Moszkvától Franciaországig, tehát így hál' Istennek szinte egész Európát már bejártuk. Most hát 15 országban adtunk koncertet, tehát azt azért úgy nehéz, bárhogy is számolom, azok nem lehetnek csak magyar nyelvű területek. Szerintem azt mondod szerint, hogy ezt nehéz überelni. Nem. És ezt a számot szeretnénk növelni, persze. Tehát ezek a tervek, amikor megalakult a zenekar, akkor ez már tudott volt, vagy mi kifejezetten erre is gondoltunk, hogy mi ezt szeretnénk kamatoztatni külföldön is. És áll Istennek jók a visszajelzések, de azért úgy, hogy az ember itt van, Budapesten, Magyarországon, hát innen azért ezeket nehéz megoldani, ha bár az is igaz, hogy biztos, hogy könnyebb, mint régen, mert az internet az rendkívül sokat segít, és hát hál' Istennek már nagyon szép, nagy fesztiválokon játszottunk sorba ezen a nyáron, és külföldön, és klubozni is szoktunk, szóval... Azért az a műfaj, amit mi csinálunk, hogy ez az Earpunk, ez hál' Istennek egy eléggé jól működő és egy elég életképes műfaj, egy Európa szerte, sőt világszerte is. Úgyhogy ez, ennek van egy nagyon jó kis közössége, akik itt összefogják ezt az egész dolgot, és vannak nagyon ilyen specifikus ilyen Earpunk fesztiválok például külföldön, vagy Kelta fesztiválok, és akkor oda hál' Istennek nagyon sokat el tudunk járni. És tényleg ezáltal idén, és most például szeptemberben megyünk megint Moszkvába, aztán az ősszel lesz egy német turné, egy olasz turnét szervezünk, és Európán kívül még nem jártunk. Most viszont felvettük a kapcsolatot pár amerikai fesztivállal, és pont tegnap este írtak vissza, ezt még neked sem mondtam. Na. Houstonból, úgyhogy oda most ezt szervezzük. Hogy asztronautákat keresni, és ránk gondoltak, hogy fellőnének. Igen. Nem tudom, hogy remélek, de valaki ráér. Valaki ráér az örökor. Úgyhogy most például visszaértek egy Houston Ear Fesztiválról, hogy így még a részleteket nem tudom, meg az, hogy össze fog jönni, mert nyilván Amerika azért rohadt messze van, tehát azért az nem két fillér. Nincs messzebb, mint Moszkva bizonyos értelemben. Legutóbb Moszkvában
24 óra alatt jutottunk el, úgyhogy ez, az egy kicsit fárasztó. 8 átszállással, meg a reptéren alva, úgyhogy előtte 3 napig folyamatosan utaztunk, szóval nem voltunk fittek. De a lényeg az, hogy nyilván ami kéne egy pár másik fesztivált vagy klubbulit találni, de hál' Isten most lehet, hogy jövő nyáron eljön az, hogy kilépünk Európából és megyünk Amerikába, úgyhogy most ezen dolgozunk nagy erővel. És hát akkor... lemez szinten ez már megtörtént, mert a Japánban például megjelentek a lemezeink, és szépen fogynak is, úgyhogy ott is az ember nem gondolna, de egy nagyon erős közössége van ennek a típusú vagy stílusú zenének, csak hát ott is az a baj, hogy igazából az ottani bookingunk, az ő megszervez minden, de hát nagyon nehéz eljutni oda, szóval abban azért pénzt kell fektetni, hogy az ember eljusson oda. Hál' digitálisan azért, ugye a lemez fizikálisan megjelent Japánban, de digitálisan, hál' Istennek, hogy a világ minden táján meg tud, vagy ott tud lenni a lemez, és igazából az az érdekes, meg én azt szoktam mindig nézegetni, hogy negyed évente kapunk egy ilyen kimutatást az iTunes-tól, hogy akkor kik töltötték le honnan, és tényleg így itt a Brazíliától kezdve Dél-Afrikán keresztül Ausztráliáig, tehát nem tudok szinte olyan országot mondani, ahol legalább egy-két ember ne töltötte volna a lemezünket, úgyhogy ez egy ilyen tök jó dolog, hogy tényleg így világ szinten működik a dolog. Közben egyik koncertről a másikra siettek az emberek, mindenféle éhségcsillapító finomságok keresztezték útjukat, néhányat meg is kellett kóstolni. A fesztivál egyik leginkább várt koncertje Ákosé volt, aki 6 év után újra fellépett a színen. Sokan csak miatta érkeztek Szegedre. Amikor voltam, 100 éves volt Dél-Magyarország, akkor voltam már Hákos koncerten, és csúcsolt, ahogy most is. Valóban fergeteges hangulatot varázsolt Ákos. 13 ezer fesztiválozó tombolta végig a frenetikus koncertet. Awesome.
Az esti koncertek után reggelig tartott a buli, hisz az igazi fesztiválozók nem adják fel korán. Ez egész egy nagy buli. Sok koncert, sok fellépő. Meg a hangulat. Hangulat, király az egész. 5 nap, 5 színpad, több mint 100 fellépő, 7 programhelyszín és hajnalig tartó bulik. Így telt a szegedi ifjúsági napok. Az igazi fesztiválozók pedig tudják, hogy az 5 napos buli sátor állítással kezdődik és sátorbontással végződik. A sátorállítás és sátorbontás között pedig rengeteg bulival, óriási koncertekkel, hajnalig tartó szórakozással, azaz felejthetetlen élményekkel gazdagodott mindenki.